Egy friss felmérés szerint hazánk jó úton halad a napenergiával történő független áramtermelés felé. Az Ökonomusz gazdaságkutató megállapítása szerint évről évre egyre kevesebb import villamos energiára van szüksége az országnak. Tavaly a bruttó villamosenergia negyede érkezett külföldről. Ez köszönhető annak is, hogy a napelemes rendszerek kapacitása az elmúlt években jelentősen nőtt. Nagyobb mértékben, mint például Németországban vagy Franciaországban. Barna. Köszönöm szépen, Pásztor Szabolcs a vendégem, az Ökonomusz Gazdaság Alapítvány kutatási igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdünk el a rendkívül érdekes témáról beszélni, a jövő záloga, nem győzők hangsúlyozni, hogy áll most az energia mix Magyarországon? Mert akkor meg tudjuk helyezni a napenergiát is. Ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy diverzifikáltabb, mint egyébként korábban. Sok Sokszínűbb. Sokszínűbb természetesen. A függőség Enyhült, oldódott, nem csak földrajzi értelemben, hanem egyébként energiahordozó, energia, hordozó, energia. Típus tekintetében is az utóbbi két-három évben azért jelentős változások születtek. Ugye a 2020-as évek, de leginkább a háború miatt jelentős kihívások érték a, az energiapiacokat, és Magyarország erre igyekezett reagálni. Különböző rugalmassági faktorokat vitt, részint leválni az orosz energiahordozókról, nyitni más irányokba, nagyobb lendületet kapott például a napenergia, mint olyan, úgyhogy sokkal sok, és kevésbé sérülékeny, mint egyébként korábban. Járva az országot, nagyon sok helyen látok hatalmas napelem a sobogy, mint ugye buzsák. Megálltam autóval, kiszálltam, mondom, én még ilyet életemben nem lát. Ne, nem látszik a végén, mint a hortobágy, olyan A magyarországi napelem építés és ennek a szektornak a elhelyezkedése részarány, ha az Unióban átlagot nézzük, vagy egyes országokat nézzünk, hogy áll? Alapvetően, hogyha szerkesztő úr megengedi, akkor egy félmondatos megjegyzés hagy tegyek ahhoz, hogy tulajdonképpen általános középiskolába találkozhatunk az úgynevezett napsütéses órák számának fogalmával, földrajzból például. Magyarországon nagyjából 2200-2300 órá, órát süt a nap. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy olyan 80-90 vagy esetleg 110 nap az, amíg napfény éri ezeket a mögöttünk és látható napelem kollektorokat. Ha ezt emelem ki, akkor azt lehet mondani, hogy Magyarország jó potenciállal rendelkezik ebben a tekintetben. De van egy más mutató is, ez az elméleti napsütéses, vagy nappotenciál. Ez egyébként azt mutatja, hogyha Magyarországra rápillantunk, hogy Magyarország az EU-s lista első harmadában helyezkedik el, tehát van egy jó potenciál arra vonatkozóan, hogy mi az energia mixben még több napenergiát tudjunk megjeleníteni, és ezért nem lehet véletlen például az, amikor egyértelmű célzott intézkedések születnek, hogy bizonyos időszakokban vagy évek tekintetében a növekedésünk az nagyobb lehet, mint egyébként néhány mediterrán országé vagy németországi is. Egy érdekes adatot, hogy ehhez kapcsolódva természetesen, csak találjam meg, mindig elpakolom, és aztán meg a... Aztán meg a... Igen, megvan. Azt mondja, az ország területén minden négyzetméterre naponta Magyarországot értem, 3,5 kWh energiát kap napsugárzás útján, ezzel az értékel hazán közel áll a mediterrán országok, amit ön is említett, hogy nagyon jó. Olaszországban ez 4,1, a görögöknél 4,5, Viszont a németeknél csapán, csupán 3 kiló tehát tényleg ezt kéne megfogni. Igen, tehát hogy tulajdonképpen gyakran elsiklunk e felett a tény felett, hogy a legjobb adottságú területeken akár éves szinten 2500 euh, órányi Napsütés is megfigyelhető, egyébként meg a legrosszabb adottságú területeken, 2100 környékén mozog ez a szám, és ez azt jelenti természetesen, hogy önmagában véve jók az adottságok, vannak olyan területek, ahol még jobbak, és tényleg nagy potenciál van a jövőre nézve is ezen a területen, és azért fontos egyébként a napenergiával önmagában véve foglalkozni, mert a Napenergia az teljesen importtól független, egy olyan megújuló energiaforrás, ahol szinte minimális az import vonzat. míg például, hogyha teszem azt akár a, a nukleáris energiát veszem figyelembe, akkor ott például input szinten, alapanyag szinten rögtön megjelenik egy import-import vonzat. Szóval önmagában véve a napenergiára való átállás Magyarország import függőségét is csökkentheti, nem csak egy bizonyos vonalon, az energiahordozó vonalon, hanem például az alapanyag vonalon is természetesen. Amikor a napenergia import függőségről beszélünk, akkor itt a alapanyagok, a szerkezet, tehát a felépítéshez szükséges anyagokról beszélünk elsősorban? Nem, alapvetően ez egy egyszeri bekerülés, ami egy importként jelenhet meg, tehát amikor a berendezések megvásárlásáról van szó. De azt követően, hogyha ezek a rendszerek munkába álltak, működésbe álltak, akkor nincs szükség állandó jelleggel olyan input alapanyagra, termékre, amely szükséges ezen rendszerek működtetéséhez. Ez, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy nekünk magyaroknak süt a nap, és nem kell az alapanyagot máshonnan importálni, mint például, hogyha villamosenergia előállításáról van szó más formában, más eszközzel, vagy egyébként nukleáris energiáról beszélünk, ott a fűtőanyag természetesen az máshonnan, más forrásból érkezik. Úgyhogy ezért lényeges tulajdonképpen ezt a faktort is kiemelni. Hogy állunk a tároló kapacitással? Mert nyilván, amit napközben megtermelünk, azt el kell rakni, mert nem vagyok egy éleskés napenergia ügyben, tehát van bőven mit tanulom, de úgy képzelem, hogy akkor azt este visszapumpálják. Tehát azért egy hatalmas tároló kapacitásról is gondoskodni kell. Ezzel mi hogy állunk? Igen, ez egy kritikus kérdés, és egy kulcsfontosságú kérdés a jövőre, jövőre nézve, mert nyilván mindenki tudja azt, hogy amikor éppenséggel süt a nap, akkor energiatermelés történik. De mi történik akkor, amikor nem süt a nap? A kettő között szükséges egy áthidaló tényező, és ez az, amit ön is említett tárolás, tároló kaput, kapacitás illetve akkumulátor. Nem csak Magyarországnak, hanem más országoknak is ezen a területen kell előrelépniük, és ebben a vonatkozásban azért nagyon komoly előrelépés történt. Magyarország egy ilyen uniós összevetésben a tavalyi évben nagyon jól teljesített, csak Ausztria tudta megelőzni, nagyjából 40-42 kal tudtak bővülni Magyarországon a tároló kapacitások, Ausztria esetében ez 50 os volt, tehát egyre jobban állunk ebben a tekintetben, és például 2024 januárjában, tehát ennek az évnek az elején elindult egy olyan program, amelynek segítségével maximum 5 millió forintos támogatás érhető el, és ez is megcélozza egyébként a tároló kapacitások bővítését háztartási szinten, tehát már egyébként mindenki felismerte, hogy egy nagyon fajsúlyos és lényegi kérdésről van szó, és ezt tudja áthidalni a különböző időszakokat, amikor éppen nem történik energiatermelés. De figyelve az új építési házaknál, hát nagyon döntő részben már fenn van alapelem is, tehát úgy vannak vele, hogy akkor már csináljuk Igen. meg rendesen. Tehát alapvetően azt láthatjuk, hogy most már egy olyan környezet alakult ki, ahol alapvetés, hogy napelem legyen a háztetőn. Sokak számára ez ugye nem is lehet kérdés, és tényleg komoly előrelépés történt tárolókapacitások tekintetében, amely egyébként a szolgáltatóknak is jó, hiszen kisimíthatók az ingadozások a különböző rendszerekben, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez nem is a jövő, hanem tulajdonképpen már a jelen, amit velünk él. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is.